Ügyesen kapja, tartson, bemehet középre, tartson, megverheti a védőjét, lő, tartson, megvan a vezetés! Tartson góljával a második félidő 11. percében megszereztük a vezetést a Ferencváros gárdája ellen. Azt hiszem, főleg a második félidőben már érett ez a gól a részünkről, és megérdemelten szereztük meg a vezetést. Tartson nagyszerű labdát kapott csapattársától, aki elhozta négy ember között is, észrevette, fölnézett, perfetto, hogy üresen van. Tartson pedig besétált az üres területben egészen a kapuig, és mikor már lövőhelyzetig jutott, nagyszerű góllal fejezte be a támadást. A csapattársam, Vakti Balázs szépen kicselezett egy-két embert, és szépen berakta elém, én pedig abból hosszan betoltam, és előttem a hosszúba. Szerintem nagyon jól játszottunk, jobban, mint az előző két meccsen, és jobbak voltunk, mint az ellenfelünk. És bejöttek a helyzetek. A torna az nagyon nehéz volt, az első két mérkőzés az nagyon nehéz volt, ugye ki is kaptunk. Ez a mérkőzés pedig hát könnyebb volt, mint az előző kettő, szóval ez könnyebb, meg tudtuk nyerni, meg a helyzetkihasználásban is jobbak voltunk. Először is megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a meghívást a szervezőknek, és hogy részt vettünk egy ilyen színvonalas tornán. És ami a játékunkat, illetve a performanszunkat illeti, őszintén szólva nem vagyok elégedett. Tudom, mire képesek a srácaim, és ennek tükrében mindenki, szinte mindenki a teljesítményének csak egy töredékét nyújtott ezen a tornán, csapatjátékra is értve ezeket a dolgokat. Nem tudtuk felvenni a ritmust az első kettő mérkőzésen. Sokkal jobb fizikális állapotban lévő csapatokkal játszottunk, ezt arra értem, hogy mintes felépítésbe. Sajnos nekünk ez negatívum volt, és a játékban sem mutattunk maradandót ezeken a mérkőzéseken. Ez a jövőre nézve azért intőjel, mert időbe kaptuk ezeket a pofonokat, hiszen a bajnokság nem sokára kezdődik. Itt azért az ilyen nagy iramú és ritmusú mérkőzéseken kijönnek azok a negatívumok, amelyeken fokozottan kell majd javítanunk. Az utolsó mérkőzésen győzelmet arattunk, ami pozitívum, hiszen egy olyan csapattal játszottunk, akivel a bajnokságban is fogunk találkozni, így azért sikerült őket is egy kicsit felmérni, de itt is voltak olyan dolgok, amelyek nem tetszettek. És inkább ezen a tornán többségben voltak azok a dolgok, amelyek negatívumként tudok értékelni. Van olyan csapatom, és lesz is olyan csapatom, amely harcba lehet a dobogóért. Úgyhogy a srácokból is próbáltam ezt a mentalitást elültetni a felkészülés alatt, és tudom, hogy most ez a torna megfogta őket kicsit fejbe, de jó fejű gyerekek, és ebből tudnak tovább lépni, és el tudjuk érni a mi céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé. Ami a tornát illeti, nekem nagyon tetszett. Nagyon örvendezünk annak, hogy olyan csapatok tudtak részt venni ezen a tornán, amelyek országszinten és Szerbia szinten, valamint Magyarországon és az eszék csapata pedig Horvátországban egy kimondottan jó erőt képvisel. És ezek a csapatok, mikor találkoznak, azért tényleg minőséges mérkőzéseket kaptunk ezzel, és úgy gondolom, hogy a közönség is örült annak, hogy sikerült ilyen jó csapatokat megszervezünk erre a tornára. A Puskás Akadémia együttesét figyeltem a Partizán ellen is, és csapatunk ellen is. Képzett játékosokról van szó. Hát sajnos én úgy vettem észre, hogy a Partizán ellen ők fizikailag voltak, maradtak alul, tehát nem ami a játékot illeti, és hozzá kell tenni, hogy a Partizánnak van egy olyan játékos a támadásban, aki tényleg, hát úgymond saját maga eldöntött a mérkőzéseiket. Én úgy gondolom, hogy a Puskás Akadémia jó képzett fiatalokat hozott ide. Itt csak az a kérdés, hogy ezek a fiatal srácok mikor fognak majd, ahogy idősödnek, még magasabb szintre lépni.